Meg fogom szólni a picit, a vércukormérés megállapítja a vérben lévő pillanatnyi glükózszintet. Segítségével nyomon követhető, hogy a normál tartományon belül van-e a vércukorszint. Gyerekek esetében ezekre az értékekre még inkább oda kell figyelni, az egyes típusú diabétesz miatt. Bár 2015 óta kötelező a diabétesszel élő gyermekek óvodai felvétele, korábban nem volt az oktatási intézményekben lehetőség arra, hogy szakember vagy képzett iskola vagy óvoda pedagógus felügyeljen a diabéteses gyermekekre. Körner Anna doktornő elmondta, ha a pedagógusok felismerik a korai intő diabéteses jeleket, akkor sokat tudnak segíteni a gyermekek egészségi állapotának megóvásában, és abban, hogy időben orvosi kezeléshez jussanak a gyermekek. Sajnos, hogyha nem is fedeződik fel a betegség, előbb-utóbb automatikusan olyan súlyos állapotba kerül, ami nem kerülheti már el az egészségügynek a figyelmét. Amit a nem szakemberek tudnak ebben a témában tenni, az az, hogy minél korábban felfigyelnek a tipikus jelekre, és ezáltal még egy viszonylag elfogadható állapotban kerül a betegség diagnosztizálásra, ami sajnos nem azt jelenti, hogy kikerülhetik az inzulin kezelést, mindesetre kikerülhetnek egy olyan súlyos, akár életveszélyes állapotot, amivel előbb-utóbb belefutnak. A cukorbetegségre való figyelemfelhívás kiemelt jelentőségű szeptembertől. Az Egycsepp Figyelem Alapítvány 2013 óta rendszeresen oktat pedagógusokat, iskolában és óvodákban dolgozókat a cukorbeteg gyermekek körüli teendők megfelelő ellátására. A pedagógus képzéseiket a jövőben is folytatják, jelenleg speciális képzésüket fejlesztik az oktatási hivatal felkérésére. Felelőse lesz minden egyes intézményben és a gyermek szülőjének a kérésére lesz olyan szakember, aki majd segítheti a gyermekeket akár a vércukormérésben, akár az inzulinbeadásban. Odafigyel rájuk, hiszen azért az ő életükben, főleg amíg kicsik, addig vannak olyan következményei a cukorbetegségnek, vagy olyan nem várt fordulatai, aminél be kell avatkoznia esetenként a pedagógusnak. Az étkezésükre is odafigyel, illetve tartja a kapcsolatot folyamatosan a szülővel, a gyermek diabetológusával. A betegség kezelésénél sokat számít a korai jelek diagnosztizálása. Az egyes típusú diabétesz nem előzhető meg. Nem sokat tudunk róla, hogy alakul ki, de alapvető dolgokat még nem tudunk. Tehát itt az életmódnak nincs szerepe. Nem összehasonlítva a kettes típusú diabéteszel, ugye amiről tudjuk, hogy elsősorban a felnőttek, illetve az idősebbeknek a betegsége, de sajnos a testsúly felesleg a kövérség elterjedésével egyre fiatalabb korban jelentkezik ez a típusú betegség. Ezt meg lehet előzni megfelelő életmóddal és megfelelő táplálkozással. Természetesen az egyes típusú diabétesek számára is fontos, hogy egészségesen táplálkozzanak és mozogjanak, de sajnos a betegséget mai tudásunk szerint a sok próbálkozás ellenére sem megelőzni, sem meggyógyítani nem tudjuk. Az új diabétesz program és a pedagógusok oktatása hozzájárul ahhoz, hogy minden diák egyenlő esélyekkel vegyen részt az oktatásban. Senkit ne érjen állapota miatt hátrányos megkülönböztetés.